Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Érdekes, hogy tegnap délután telefonon beszéltem az egyik ügyfelemmel, aki Svájcban él, ott dolgozik, mint ápolónő, már hosszú évek óta, és ő mondja nekem, hogy ő a betegeket a Szűz Mária energiájával, vagy ezekkel az imákkal gyógyítja. És azok a betegek, akik ezt elfogadják, akik hisznek ebben, ők meggyógyulnak. Én is így érzem, hogy mennyire fontos ebben hinni, a Szűz Mária energiájában és gyógyító erejében, és érzem ennek a hatását, érzem ezt a kapcsolatot, és ez a tegnapi beszélgetés megerősített engem ebben a hitben. Most én kivetem a kártyát, ezt nem Szűz Mária veti ki, hanem én jósolok, de én biztos vagyok abban, hogy a Szűz Mária szeretete itt van velünk. És én mondhatom azt is, hogy ő közöl velünk valamit, és itt én egy médium vagyok ehhez az üzenethez. Először megtekintjük a jelenlegi helyzetedet. Ezen a képen látható egy uralkodó nő, a kezében van ez a jogar, és ül ezen a trónon. Te vagy ez az uralkodó nő. Vedd kezedbe a dolgokat. De amit ez az uralkodó nő még közöl veled, hogy figyelj oda az eseményekre, hogy tudnál uralkodni a jelenlegi helyzetet felett. Ne siessd ezt el, hanem gondolkodj el azon, hogy milyen lépéseket kellene tenned. Hiszen látható, hogy ez az uralkodó nő egy lépést szeretne előre tenni, de még mindig ül a trónon, őrzi ezt a helyet, és olyan elgondolkozó. Tehát minden pillanatban tudna cselekedni, de okos, és még nem tesz semmit. A ruháján látható ez a vörös szín, ami a tűz elemét jelenti, tehát meg lenne hozzá az akarata, a bátorsága, aktív lehetne, de nagyon bölcs ez az uralkodó nő, és átgondolja először a dolgokat. Az is lehet, hogy ő kicsit fáradt, és kell a belső nyugalom. Ez a kártya utal rád, utal a te jelenlegi helyzetedre, de mutathatja azt is, hogy van egy uralkodó nő az ő környezetében, aki megpróbál parancsolgatni neki, ezeket a kihívásokat neki kell megoldania, ami számodra fontos, hogy légy te ez az uralkodó nő, ez az okos uralkodó nő, őrizd meg a belső nyugalmadat, uralkodj az érzelmeid felett, figyeld az eseményeket, és uralkodj a gondolataid felett. Most nem kell döntéseket hozni, hanem légy kicsit türelmes, és várj a megfelelő időpontra, amikor tudsz cselekedni. Jelen pillanatban fogd ezt a jogart a kezedbe, és légy annak tudatában, hogy mennyire értékes vagy, mint egy királynő. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal a múltadra. Ha megtekintjük ezt a képet ott bal oldalon, akkor látható egy angyal,
és mutat egy arany utat, hiszen megérinti ezeket az arany érméket. Ez az arany út számodra nem más, mint a te sors utad. Ez az angyal ott van előtted, szeretné, ha te ezen az úton járnál. Ugyanúgy, ahogy a sors könyvében ez meg van írva, vagy a csillagképekben, hiszen ez ugyanaz. De a kérdés csupán az, ezen az úton haladtál, vagy választottál olyan mellékutakat. De térj vissza az arany útra, ami érdekes lehet számodra, és oda kellene figyelned, hogy ez az angyal nem a földön lépked, hanem a vízen. És a víz eleme utal az érzelmekre. Tehát az érzelmek által tudsz valamit megvalósítani. Ahogy én szoktam mondani, vannak negatív érzelmek, mint például félelmek, vagy bizonytalanságok, akkor itt vannak akadályok, nem megy tovább. Viszont ha a pozitív érzelmeket éled, mint az életerő, a bizalom, a hit, a szeretet, akkor előre mennek az események. Ezek az aranyérmék utalnak a föld elemére, és az a reális dolgokat jelenti. Tehát az érzelmek által, ha megvan ez a hit, ez a bizalom, és örömmel teszed azt, amit tervezel, amit elérni szeretnél, akkor ez megvalósul, akkor ez egy reális dolog lesz. De visszatérve a víz elemére, amit a víz eleme még közöl velünk, jelenti az álmokat, a reményeket, a vágyakat, az érzelmeket, a hitet, a szeretetet is, és az érmék utalnak arra, hogy ez az álom megvalósulhat. És ez olyan, mint egy művészet, mint egy alkotás, és ezért vagyunk itt a Földön, hogy ezt mi megtanuljuk. Így tudod kezedbe venni a dolgokat. Mivel ez a kártya utal a múltra, lehet, hogy ez még mindig nyitott, még mindig egy ilyen lecke, ahova oda kellene figyelned, ezt megtanulnod, és ez jelenti a hitet, a bizalmat, de arra is utalhat, hogy te nagyon tehetséges vagy, ami a művészi területeket illeti, a zene vagy a tánc területén, vagy más kreatív munkánál, és ez a sors utad, mert ez a hivatásod. Figyelj oda rá! És amit ez az angyal még közöl, hogy te értékes vagy, hiszen ezek az arany érmék utalnak a belső értékekre is. És így tudsz tovább lépni ennek tudatában. És most megtekintjük a jövőt, ezt fogja mutatni a harmadik kártya. Azt, amit a múltban még nem tanultál meg, ezen az arany úton járni, a hivatásodat élni, vagy egy boldog párkapcsolatot kialakítani. És amit a kártyák mutattak, az első kép, ez az uralkodó nő, te vagy ez a királynő. Aztán a múltban ez az angyal, lépkedj ezeken az arany érméken, mert ez a te tehetséged, ez a te tudásod, ezek a te értékeid, a belső értékek is. És ez az angyal követ téged, ez az angyal véd és óv téged. Ami pedig a jövőt illeti, ez a fiatal férfi átnyújt számodra valamit.
Persze ennek a kártyának szimbolikus jelentése van, mégpedig arra utal, vedd kezedbe ezt az aranyérmét. Ez jelentheti természetesen az anyagiakat is, hogy pénzt kapsz, vagy a munkádat, hogy most megvannak a lehetőségeid arra, hogy legyen egy munkahelyi változás. De ha mi megtekintjük mindhárom képet, akkor itt a jövőnél, ennél a harmadik kártyánál arról van szó, figyelj oda a saját értékeidre. Mert te megérdemled azt, hogy éljed a hivatásodat. Te megérdemled azt, hogy szeretetben, becsületben élj, és légy ennek tudatában. Uralkodj a saját életed felett. És az is fontos, hogy másoktól megkapd ezt az elismerést. De nem szabad elsietni a dolgokat. Mert a harmadik kártya is erre utal. Ha megnézzük ezt a harmadik kártyát, akkor látható, hogy ez a fiatal fiú odafigyel erre az arany érmére, de nem veszi észre azt, hogy mi van körülötte, mert erre az éremre koncentrál. Itt ki kell, hogy ismerje magát, hiszen még van bizonytalan. Most próbál ezzel úgy megismerkedni. Az lehet, hogy eddig még nem tudtad azt, hogy mennyire értékes vagy, és ezek az újdonságok, ezzel most először meg kell, hogy ismerkedj, és a lépéseid még óvatosak, mert nem akarsz hibázni, de nem baj, menj előre. Az a fontos, hogy eléld a céljaidat. Kis lépésekkel is elérhető. És én kívánok neked sok sikert, egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!